Szép jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, ez a Világ zsidó szemmel, a megszokott vendégekkel, bal kezemnél Seres Attila, a média mogul. Szép jó estét. Mellette a nagykövet úr, Gyarmati István, majd Kovács András, az Origó főmunkatársa. És jó estét, jó napot. Jó estét, jó napot. Jó estét, és itt van velünk M. Kende Péter is. A jó lakott napközés. Ezt szerettem volna hallani, és megmondom, hogy többek között miért. Mert jól lakott óvodás. Rengetegen mondják nekem, hogy jaj, hogy ez nem bánt-e engem. És mindig elmondom, hogy nem. És múlt héten kérem szépen meg is erősített valaki, hogy ha bántana, pedig nem bánt, akkor tök fölöslegesen bántana. Ülök a villamoson, és hát nézze ki a fejemből, ahogy ugye én csak tudok. És leül velem szembe egy néni, rám néz. Mondja, a jól lakott nap. Híma, a jól lakott nap közös. Hát ért kis hiány, bepisültem a rögéstől. Kedves nézőim, én akkor elmondom önöknek, hogy mindenki azért kapna a nick nevét, mert ez jellemző rá. M. Kende Péter mindig ilyen kiegyensúlyozott, mosolygos. De néha... nincs mindig jól lakva, azért ezt szögezzük. Nincs mindig jól lakva, ezt úgy lehet tudni, hogyha jókedvű, és riportalnak azt mondja, és belenevet, akkor jól lakott, akkor minden rendben. Hogyha komoran néz a vakvilágba, akkor meg nem, akkor gondoskodni kell, gyorsan adni valamit, hogy egyen, és akkor már is jobban van. A média mogul, meg azért, mert média mogul, aki jelen pillanatban a hírolvasó.com-ot kitalálta, megcsinálja. Működteti. De nem jelen pillanatban találta ki. Hanem állandóan egyfolytában, soha nem adta ki. És a legfontosabb, amit ajánlok, hogyha nincs mit csinálniuk, és érdekes beszámolókat akarnak hallgatni, akkor volt neki egy olyan találmánya, természetesen önként a zsebére, aztán mondta a felesége, hogy elég a konyhapénzt fölhasználni, úgyhogy egy idő után, pár év után abbahagyta a rádiózsét, ami tulajdonképpen egy zsidó rádió és a zsidóság belterjes és nemzetközi helyzetével foglalkozott, rendhagyó volt a maga idején. Ha már az Attila életművét itt kitagoljuk, azért most mindenki. A Füles se hagyjuk ki. A Füles az egy olyan videó, különleges megjelenés volt. Milyen volt, Attila? Jó. Ez egy videósorozat, ez a zsidó fekete doboz, hogyha úgy tetszik. Igen, tulajdonképpen viccesen. Nem a viccnap? Hát nem. Nem volt vicces. A nagykövet úrunk viszont nagykövet is volt sok helyen, sok mindennel foglalkozott, ezért Kovács Andrásnak az a nickneve, hogy az Origó főmunkatársa, egy kiváló megélhetési újságíró. Sokan szeretik, sokan nem szeretik, de ilyen az, ha valaki jó. M. Kende Péterről már megmondtuk. Én viszont Brajer Péter vagyok, nicknevem, az csak a belső használatra van. Jó. Jó, és akkor már is csapjunk bele. Nehéz napok vannak Izraelben, és főleg ott lent Gázába tegnap rakéták özönét küldték ki a gázai Hamas Jeruzsálem, Izrael nagyvárosaira. Ezt vajon kérdezem mindannyiótokat, biztos Attila fog válaszolni, hogy azért küldték el, mert félnek attól, hogy hamarosan az izraeli hadsereg elfoglalja a rakétakilövőket, és gondolták, hogy jobb az, ha kilövik most gyorsan? Én nem tudom, de a háború 234. napján az egész Hamas be van szorítva egy, nem tudom, Erzsébet városnyi területre. Mondjuk 7. meg a 8. kerület. 7. 8. kerület nagyságú területre. Rossz példa, mindjárt nézzük, azt hiszik, onnan, hogy te egy kormánypárti onnan, vagy, mert ezek ellenzéki És kerületek. Onnan rakétázzák Herzliát, Tel Avivon túl. Hát akkor nézzünk már rá a térképre. Tehát, hát, mi történik ott? Most komolyan. Én nagy várakozással tekintek a mai nap elé, mikor Amerikában fölébrednek a politikus, ugye, mert ott később ébrednek föl, mint nálunk. És nagy várakozással tekintek arra a fehérházbeli sajtóértekezletre, amikor Joe Biden azt mondja, hogy elnézést kérek, tévedtem, amikor meg akartam akadályozni a Rafah műveletét az izraelieknek, most oda megyek és segítek, ha már egyszer lövöldöznek Rafahból. Te mikorra várod ezt a nyilatkozatot? Én most erre csak azt tudom mondani egy pillanat, mert ez nagyon fontos. Hogy nem ezt mondta a Biden, csak a nagykövet úr szeretné. De a nagykövet úr, van egy ilyen héber mondás, hogy mi pichá le Elohim.
hogy a szádból az örökkévaló szóljon. Mert hogyha ezt fogja mondani, amit te mondtál, az kenegeti a májamat és szegény izraeliekét, akik lassan 8. hónapja nem laknak otthon, hanem szállodákba kényszerülve a gyerekeik, nem tudod. Ez lehet, hogy ti nektek hosszúnak tűnik, de akkor, amikor palesztin menekülttáborokról beszélünk, akkor nem sokkal jobb egy szállodába bezárva lenni, sokkal egy szobába a három gyerekkel, a kutya, macska. Péter, hagyjuk ezt a témát. De Péter, ezt meg Izraelbe se erőltetik. Mert te nem figyelsz oda? Dehogy nem. Mert a lányod éppen nincs ott, két percig, és akkor már nem is figyelsz oda. Ebben a mostani beszélgetésben ezzel a hasonlata pont elveszed annak az élét, amiről beszélünk. Tehát nem kell. Az éle annak, hogy a Tel Avivi tengerparton az a pár fürdőző, aki a meleg ellenére kiment a tengerre, és megszólaltak a szirénák, és úgy kellett menekülniük, az, hogy az emberek nem tudnak otthon lakni. Te lehet, hogy ezzel te úgy érzed, hogy valaminek az élét veszi el. Érted, ez nem borzalmas, érted. Péter, gondolj el! Beszélünk, mi is arról beszélünk, hogy ez a rakétatámadás, amit most elindítottak, ez borzalmas volt, és hogy ezen nem valamit tenni kell. És azt is elmondtuk mindannyian, csak nem figyeltél oda, hogy ez egy olyan szituáció, amikor a világpolitikának igenis meg kell szólalni, és nem úgy, ahogy és nem szólal meg. A világpolitika kondolál az iráni elnöknek a balesetéhez, a gyilkosnak, a teheráni gyilkosnak. Nem gratulál senki, ezt mindenki kondolált maga. Ez mindenki kondolál, ha egy államfő meghal, ez mindenki kondolál természetesen. Akkor is a tömeggyilkos akkor az államfő. Nem államfő. Nem miniszterelnök. Miniszterelnök volt. Volt. Nem államfő, az államfő az ajatolla. Elnök volt, már bocsánat. Miniszterelnök mindegy, volt. Egy, nem volt miniszterelnök, elnök volt, de mindegy. És akkor mi az ajatolla? Ebből a szempontból teljesen mindegy egyébként. Csak az a baj, tudod, Péter, hogy a Móriczka most már lassan szégyenkezik miatt. Hogy mindenről az jut eszébe. De én nekem minek utána, én dolgozom annak a televíziónak, én egy olyan állampolgár is vagyok, mert nekem a szívem elég nagy, hogy két államot szeressek. Ez foglalkoztat. Ettől még nem kéne relativizálni azt, ami aktuális, és sok minden kérdést fölvet, azzal, hogy már bocsánat, amit te állandóan minden alkalommal elmondasz. Egyébként, ha releváns lenne, és akkor is már 28. alkalommal már unalmas. De attól még sajnos ez tény. Hát de ezzel együtt azért mégis felvetődik a kérdés, hogy a háború 234. napján a világ negyedik legerősebb hadserege miért nem tudja ezt megoldani? Mezitlábas terroristák ellen vív háború. De akkor miért nem tudja megoldani, hogyha a világ legerősebb, mert odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb áldozat legyen. De nem legyen. Azért, nem azért. Akkor miért nem? Az nem azért. Mert egy ideológiát nem lehet háborúval megoldani, de talán nem ezért. Nem erről van szó, a rakéták az nem ideológiát jelent. Én azt gondolom, hogy e mögött van egy hát számomra elfogadhatatlan hogy mondjam, cél, hogy minél jobban háttérbe szoruljon, minél az, hogy az izraeli kormánynak már mondjon le. És most azért csapkodtam, bocsánatot kérek, mert megint visszatérek ehhez. Bő egy hónappal ezelőtt, amikor először felvetettem, még a nagykövet úr is azt mondta, hogy átszó nem. Hát igen, de van ennek egy olyan olvasata is, hogy Izraelbe szerintetek bárki azt akarja, hogy mondjon le a kormány, bárki vágyik ennek a kormánynak a helyére ebben a szituációban. Hát normális ember ebben a helyzetben nem akarhatom. De normális ember nem egy politikusnak. De mondj egy politikust, amelyik most a Netanyahu helyére szeretne lépni. Hát többen követelik Netanyahu lemondását. De nem azok, akik be is lépnének. Szerintem Gantz biztosan vállalna. Így van, szerintem is. Hogyha már konkrét kérdés. Hát ahhoz képest, hogy ő most 8-áig adott haladékot, és a 8-áig nem történnek meg a dolgok, akkor kilép ebből. De hát Izrael egy reménytelen csapdahelyzetben van, tehát akárki jönne a Netanyahu helyére, ebből a helyzetből már nem lehet normálisan kijönni. Én nem így gondolom, pont ebből a helyzetből már mennyire hibás Amerika ebbe a helyzetbe? Hát szerintem Amerika a legkevésbé hibás ebbe a helyzetbe. Az eszkalációban, tehát van ennek egy tágabb kontextusa, meg egy szűke. A szűkebb kontextus az ugye az, hogy tényleg már az egész, a félvilág, vagy a háromnegyed világ, az
meglehetősen kettős mércével meg akarja jutalmazni a terroristát. Tehát azzal ellentétben, amit ugye... Na ezt, ha én mondtam volna, akkor nekem estetek. Én biztos, hogy nem. Hányan szorra mondom. Nem, a gondolatot... Péter, nem ártírkodjál, itt nem ezt a gondolatot befejezve, tehát ugye a világnak a civilizált fele azt mondja, hogy azért nem győzhet Putyin, mert nem jutalmazhatjuk a terroristát, annak ellenére, hogy ott végül is... Ezzel szemben Írország, Spanyolország... Az ottani oroszok nem akarnak Ukrajnához tartozni, de ez most mellékes. És most a világnak a háromnegyed része gyakorlatilag fölvette ezt a palesztin állam kérdést, hogy jó, oké, eddig nem sikerült, de most, majd most van ez a terrortámadás, ez egy jó apropó arra, hogy megjutalmazzuk a terroristákat. Most itt van a probléma. Igazából ezzel van a probléma, nem a szállodákba sínylődő izraeli állampolgárok. De ezt még tegyünk hozzá valamit, hogy a legnagyobb probléma mellett az, hogy erre Izraelnek nincsen elfogadható válasza. Az, hogy állandóan mindenre azt mondja Izrael, hogy nem, soha, és na de, nem, ebbe, az nem ez így van. De nem válasza tudom, hogy te nincsen, de azt mondja, hogy nem. Tehát Gázával kapcsolatban... Na de mindenre, amire válasza van. Bocsánat, Attila mondta azt, és ebben fogadjuk el, ebben speciál igaza volt, hogy ha egyszer véget ér ez a háború, akkor arra kell válaszolni, hogy mi a bármi történik, azon a több millió arab állampolgárról, akik ott élnek. Na de mi történik azokkal, mert ha vége van a háborúnak, nincs ezeknek az izraelnek hova visszamenni, hisz például Kiryat Shmona fönn éjszakán ripityára van lőve. És szállodákban lesznek. A déli városok is ripityára vannak de lőve. Van, azt vannak ripityára. Hát akkor nézd meg a filmbeszámolókat. Vannak ripityára lőve. Ez olyan demagógia, ami megint csak relativizálja és valása. Akkor tessék szemüveget fölvenni és megnézni a dokumentumot. De nem nincs dokumentum, mert arról, hogy mutatnak három házat, ami szét van lőve, az nem jelenti azt, hogy a város nem szétlőtték, hanem egy aknagránát beleesett az ablakon. Péter, tehát ez kontraproduktív, de igazából az, amit a Kende úr mond, hogy ugye... Te az, hogy Kende úrnak hívja. Péter, így hát az embernek urrá előlépni, egyetértesz Attilával, és ezért cserébe három percig úrnak. Szándékosan próbálom ellensúlyozni a napközis, de most mindegy. Tehát az, hogy mire kell Izraelnek választ adni, de előtte a Netanyahu kormánynak kéne választ adni arra, hogy mi ennek a háborúnak a célja. Mert senki nem mondja, ugye... Ezt ő elmondta. Nem, a Tuszok hazahozatala... Ez nem a célja. Ez a kettő együtt nem jön, nem is fog működni. De közben egyre több ember meghal. Közben egyre több ember koporsóba tér vissza. Az ugyanaz. És egyre több palesztin is meghalt egyébként. Éppen most a Jeruzsálem Postban egy rabbi írt ebből egy cikket, hogy az empátiának az elvesztése, és ez vonatkozik a szállodába sínylődő izraeliekre is, hogy a szenvedők iránti empátiának a megszűnése, az is kontraproduktív. Hát három nap alatt Izrael még a szenvedő volt az első három napban, és utána már nem. Akkor már a szegények, ettől a még, palesztinok. Ettől még igaz, amit mond az ott. De attól, hogy az izraeliek szenvedők, az nem zárja ki azt, hogy a másik oldal is szenvedő, és ezen kívül pedig Izraelben van egy ilyen nagyon fura, szerintem téveszme, hogy vannak, akik tényleg azt képzelik, hogy az izraeli hadsereget felszabadítóként fogják üdvözölni a palesztin. De ehhez képest a Hamasznak rengeteg új tagja van. Mert hogyha annyit tényleg likvidáltak, akkor hogy vannak megint? Mert ezek a likvidálások termelik újra a terrorizmust. Hát ez az, amit elképesztő, hogy nem ismernek föl, vagy nem hajlandók ezzel szemben. Itt a hogy nincsen alternatív. Egy kilövő állás, ahonnét lőtték ezeket az izraeli városokat, az két mecset között volt. Vagy egy kórház mellett. Tehát ezek igen. Nem fair play játékon mennek ezek de a háborúk. Ez az, amikor ezért nyer a Hamasz, mert a Hamasz a saját szabályai szerint játszik, amit a világ nem bír fölfogni. Én azt hittem naivan, hogy az iráni elnöknek a halála talán változtat valamit a helyzeten. Ez komolyan Irán és Hamasz támogatásán, de hát nem. De hát egyelőre most már. Sőt, Irán azon a kaoszon, amit ott a
elnök halála után van jelen. De miért változtat? Ha változtat, akkor az csak Izrael szempontjából rossz hozzá. Ezt nem tudom, azt nem vagyok arról meggyőződve, de miért változtatna rajta? Hát vannak, akik abban reménykeznek, hogy káosz lesz. Az Al-Jazeera angol nyelvű adása arról számolt be, hogy a volt iráni elnök budapesti látogatása egy harmadik ország kérésére, és Budapest csak helyet adott neki. És nem elnök volt, hanem miniszterelnök. Miniszterelnök. Elnök volt. Ugyanúgy, aki leesett, az is elnök, miniszterelnök volt. A helikoptere, a szovjet gyártmányú helikoptere. Nem, megválasztott miniszterelnök volt. Jó, akkor örülök, hogy ebben megállapodtatok, tehát akkor nem állapodtatok. Nézzük, megnézhetik az interneten, kinek van igaz. Egyébként tök mindegy, hogy mindegy. Különben teljesen mindegy. Na most ehelyett még erősebben támogatják a Hizballát és a Hamaszt. Hát ezt nem tudjuk. Ez független attól, hogy a miniszter / elnök meghalt. Ez a tök független attól. Ez az egyik, a másik pedig most mi a mérce? Tehát hogy érted azt, hogy erősebben támogatják? Úgy, hogyha ennyi idő után, 234 napos háború után is még hatalmas kilövőállásaik, és most már nem gatyúságot. Ezek nem sílók, Péter, igen. Ezek három lábon álló. Három lábon és Gázából elrepül Herzliáig. És nem a Hezbollah csinálta, a többi a stimmel. Azt nem a Hezbollah csinálta, hanem a Hamas. Sőt, nem is a Hamas, talán az iszlám dzsihád, igen. Van még egy komoly lista, lehet válogatni. Ez meg a másik, hogy nem, tehát ha már ezt a műsort csináljuk, akkor tegyünk finom distinkciót, hogy nem egyszerűen palesztin terroristák vannak. Most a terrorszervezeteket mától fogva külön nevén fogunk majd így ilyen oktatói izét, számot fogunk odaírni, regisztráljuk, és ez szerint fogjuk említeni. Nem szép lelkülek ezeket a rakétákat. Jelentést, hogy még kiegyensúlyozatlanabb legyünk. Ebrahim Raisi, igaz, iráni jogász, politikus, vallási vezető, Irán elnöke 2021 és 24 között. És az a másik, az Ahmadinejad, nincs miniszterelnök, elnök volt. Jó, de gondolom, hogy 50 nap elteltével lesz nekik új, van másik. És akkor ezek szerint, ti szerintetek ugyanazt a politikát fogják folytatni. Hát persze, mi tudjuk még. De már csak azért is ugyanazt a politikát fogja folytatni, mert nem ő határozza meg a politikát. Hát az meg a másik, meg azt se tudjuk, hogy kik lesznek a jelöltek ezen a pseudoválasztáson. Azt nem tudjuk, de tök mindegy, hogy Kovács. Egyből szökezünk. De hát én nem indulok az iráni elnök választásra. De a szovjet elnök, vagy orosz elnök. Ha jól értem, akkor Irán egy ugyanolyan irányító demokrácia, hogy hasonló irányított demokrácia, mint Oroszország, hogy vannak demokratikus választások, csak nem mindenki indulhat rajta. Esküszöm, nem gondoltam, hogy ilyet fogok mondani, hogy szegény Oroszország, de hát Iránt Oroszországhoz hasonlítják. Ő tanácsa választja, aki kiindulhat. Az a különbség, hogy Oroszországban nincsen legfelsőbb muzulmán vezető. Ott minden egy személybe, bár Kirill Pátriárka pályázik, de hát ő azért alá van rendelve az elnöknek. Még Iránban, hogy ez az őrök tanácsa dönti el is, de amúgy az érdekes ezzel foglalkozni, hogy ott azon belül hogyan alakul az erőviszonyok, valamikor kicsit reformistább elnököket is beengednek a szavazólapra, hát amikor nem. Ahmed Ahmadinejad, az pont egy reformista. Az pont egy reformista. Nem volt. Ahhoz képest, hogy az ő ideje alatt tervezték meg az atomdúsítást. Az is egy reform. Az egy nagyon fontos. Az egy békés célú reform, ugye? Ahmadinejad taxisofőr volt, aztán elnök volt. Magyarországon is volt, hogy a munkatanács elnöke, vagy a nem tudom én kicsoda gyári munkás volt, és előny volt, ha valaki előtte nem volt túl képzett. Hát hiába, ezt már tudjuk, Perzsiában ez már szokás, hogy valaki alacsonyról kerül föl egészen a legmagasabb pozíció. Ahasvérosnak is ez sikerült. Ez a demokráció. Tehát akkor azt akartad mondani, hogy a hagyományok ennyire demokratikusak? Mert a hasvéros. Nagyon, de ő perzsa volt. Miért Putyin is alacsonyról került föl, szegény? A KGB-től, az mitől alacsony? Az nagyon hát, alacsony. Hátul volt. Egy kis némand alezredes volt, hogy az ez semmi. Amúgy meg ki mivel magyarázza, látod? Hát azt mondta a Ficóra lövő férfi is a védekezésébe, vagy amit lehet tudni, hogy hát igazából ő nem akart súlyos sérülést okozni a miniszterelnöknek. Persze, mindenki védekezik azzal, amivel tud.
Hát biztos. Mondjuk ez a bíróság előtt szerintem kevés, ez már elég ritka az, hogy valaki fegyvert fog, és akkor az a célja, hogy igazából ne sértse meg a másikat. Meg akarta menteni az életét. Igen. Furcsa ez egy kicsit. Dolog. Jó, akkor egy kicsit foglalkozunk Izrael belügyeivel. Abszolút. A tüntetések visszatértek. És most már nem tudom eldönteni, hogy ki ellen tüntet, és ott vannak ezek a lovas rendőrök, akik nem olyan nagyon békés célúan belemennek ott a tömegbe, illetve rendet akarnak tartani, és ezek a vízágyús autók sem életbiztosítás. Azt lehet tudni, hogy kik tüntetnek. Hát alapvetően a túszoknak a hozzátartozói tüntetnek, akik azt követelik, hogy hozzák haza a túszokat, mert egyre inkább látják, hogy a túszokat halva fogják hazahozni, hogyha ez így megy tovább. Nem is tudjuk, hogy tulajdonképpen hányan vannak még, hányan élnek. Igen, még. De egyre sötétebb elképzelés. Sőt, eltelt 8 hónap, és vannak olyanok is, vannak olyan borzalmas, ugye láthattuk a megerőszakolt katonalányokat, és egy Hamas felvételen, illetve az egyik Hamász tag vallott a vallatásnál, és elmondta, hogy először az édesapja erőszakolta, meg utána a bátyja, utána ő, és utána az édesapja lelőtte az áldozatot. Na most De még ennél is szörnyebb az, amikor az izraeli bombázásokban halnak meg ezek a túszok, ugye azért sajnos erre is ezt van. Ezt valami barátságos golyónak hívják, hogy baráti golyó. Tehát, na de visszatérve, tehát alapvetően a tüntetések tőlük jönnek, tehát ők indítják, és aztán vannak persze ellenzéki politikai erők, akik erre ráülnek, ez a politika más országokban is előfordul. De érdemes most. Országban így amikor jogos, tehát amikor valamilyen jogos, valós társadalmi igény kapcsán tüntetnek, és akkor rájönnek a kerülnek, vajon kifedezi ezt? Mi kerül azon millióba a hangosítás? Hát azok a színpadok, az a hangosítás, az a megszervezés. Hát akkor biztos a Soros volt. Hát nem a népszerűbb ember Izraelben. Ezért mondom, akkor lehet, csak ő lehet. Vagy az Ahmadinejad. Na, ő nem hiszem. Itt a nézők kedvéért azért érdemes megnézni, hogy hogy áll most az izraeli közvélemény, amit tudunk róla. Ha most lenne a választás, akkor a Gantz körüli blokk stabil többséget szerezne, Netanyahu meg stabil kisebbségbe kerülne. De a Likudon belül is problémák vannak. De nem, ezt most hagyjuk szerintem. Itt az a lényeg, hogy most ez történne, hogyha most egy előrehozott választás. Még a munkapártba se kerülne. Az biztos, hogy nem kerülne be, de az igazából lényegtelen. És nem akarok párhuzamokat vonni, de és a pártvezető nélküli kormánypártnak a lémszerűsége sem kedvező. Hát igen. Ez most kicsoda. Tehát, mert ugye arról is szokták kérdezni a választókat, hogyha a Netanyahu nélkül lenne a Likud, akkor szavazna rá, és hát igazából most már arra sem. Igazából arra sem. De a közvéleménykutatás azzal is foglalkozott, valamikor volt egy virágzó arab-izraeli kommunista párt, hát most ők összesen egy főt tudnának bejuttatni. De nem csak a kommunista párt, az egész Izraelt megteremtő, felvirágoztató munkapárt. Na most ezt magyarázzatok meg nekem, hogy létezik, hogy az államot megalapították, Ben-Gurion és társadalmi, egész jól el is vezetgették egy darabig. Vannak, akik azt állítják, hogy nem túl demokratikus eszközökkel, de hát Mózes sem volt olyan nagyon demokratikus. Nem lehet országot 40, alapítani 40 évig sétálni a sivatagba egy néppel, tehát na de akkor most mi van? Ennyire generációváltás? Nem, volt, hogy borzasztó. Szerintem a világon mindenhol az a tendencia, hogy a klasszikusnak, valamikor klasszikusnak nevezett baloldal, jelenleg visszaszorulóban van, és a helyét átveszik a centrista, jobb-közép irányultságú pártok. Ez a világon mindenütt így van. A társadalmi igazságosságnak az eszmeje az levitézett, de pont Amerikában éppen most jön. Ez olyan, mint a Kozratyev ciklus. Nem vitézlet le, a közép jobb átvette azt, amit a korábban a baloldal követett, megvalósította nagy részét a szociális piacgazdaságot, és baloldal már nem tud mit kérni. De egyébként nem csak a baloldalról van szó. Tessék megnézni, hol van az MDF Magyarországon.
sehol. De egyébként Izraelnek van egy nagyon speciális helyzet a kérdésedre válaszolva. Igazából ugye ezek a szocialista, kommunisztikus elképzelésű irányzatok alapították meg Izraelt, az összes többi húzta a száját, hogy egyrészt nem lehet. Azért voltak a nagyon vallásos pártok, akik már előtte, már a 20-as években kivándoroltak. Tehát nem a... De nekik eszük ágában nem volt zsidó államot alapítani, és ellenezték is a zsidó állam megalapítását, és az ultraortodoxok, a tájékozottabb nézők nyilván tisztában vannak ezzel, hogy az ultraortodoxok között... Megalakították például Petaktik. Nagyon erős az a nézet, ami szerint Isten ellen való vétek, kifejezetten Hiú Majd, Hashem, ha jön a messiás. Hiú Hashem, az Izrael, a zsidó államnak a megalapításra, hiszen azt majd a megváltónak kéne megalapítani. De most jött el az az idő, amikor azt mondták, hogy figyeljetek, megcsináltátok, jó, köszönjük, most már akkor, hogyha ez itt van, akkor most már majd köszönjük, majd berendezzük rendesen. Akkor, amikor belpolitikai problémákról beszélünk, akkor az egyik kicsúcsodó probléma most, hogy ugyanezek az ortodox vallásos, vallásos pártiak törvény ide vagy törvény oda nem hajlandók elmenni katonának, és iszonyú sok katona hiányzik a seregből. Netanyahu azt ígérte a vallásos pártoknak, hogy ezt nem szavazza meg, és most a koalíció véget úgy tűnik, hogy igen, de mégis meg kell szavazni. Itt is finom distinkciót kell tenni vallásosok között, mert vannak azok az a ortodoxok, de nem az ortodoxok, ez nem igaz, mert vannak ortodoxok. Meg vannak vallásos nemzeti pártok, kötött kipásak. Jó, vannak ortodoxok, akik elmennek katonának, külön zászlóaljak vannak, ortodox zászlóaljak vannak. A nőszervezetek föl is vannak háborodva, hogy ő miattuk egy katona lány nem érezheti szabadon magát. Hát ezek különböző problémák, de ugyanakkor viszont van egy olyan ultraortodox álláspont is, ami szerint minden kioltott élet, tehát nem ér meg egy kioltott életet sem, a zsidó dominancia azon a területen. Ez van. Akkor milyen megoldásokat tudtok javasolni? Nem indultok Izraelbe miniszterelnöknek, mert nem jó fizető buli, és most nagyon veszélyes. Mégis fizető. Mit ajánlottak? Jó fizet? Hát főleg, ha Sára asszony mégisem. Nem személyeskedünk, nagykövet úr. Hát azért egy first lady-vel szerintem lehet személyeskedni. Ez a First Lady egyetemet végzett pszichológus, légiutas kísérő. De azért, mert valaki egyetemet végzett pszichológus. Azért, mert takarékos, és az üveg visszaváltásból szerint. És fodrászhoz is jön. És utána jön minden számlán. Nagyon rendes. Utána jön minden kiadásra. Rendes takarékos zsidó az. Például most. Nem is értem. Gonoszkodtam. Ezen a gonoszra. Fele ennyire lennétek a terroristákkal gonoszok, mint szegény First Lady-vel, akkor lehet, hogy jobb lenne a helyzet. Azért ne sértegess minket, Péter, azért. Jó. A szomszédos Szíriában az elnök felesége nagyon beteg, meg az elnök is. Mit hozhat ez magával az amúgy is bajban lévő országgal? Még nagyobb bajt. Nagyjából. Vagy. Szíria egy bukott állam, tehát azt gondolom... De most már lassan 20 éve bukott állam. Igen. Hát 10. Miért Libanon meg 40, 50 éve bukott állam. Na de meddig lehet haldoklani? Sokáig lehet haldoklani. Hát nézd meg Szomália esetét. Ott nem, nézd meg Libanon. Ez az esetét. Akart, hogy nézd meg Libanon. Hát 50 éve. 50 éve. Teljesen. Megfelel mindenkinek így egyelőre. Afrikai államok. De hát azért ott belpolitikai problémák is vannak, nem csak gazdasági válság. Mindenütt. Hol? De hát ez Libanonban. A keresztény vezetők nem igazán szeretik a muzulmán vezetőket, a terroristákat. Ki szeret kit? De nem kell szeretni. Magyarországon szeretik egymást. Mi Svájcban köszönik, jól megvannak a vezetők. De ők nem szeretik egymást. De a Svájcban pláne nem szeretik egymást, ráadásul teljesen külön. A svájciak nem is tudnak szeretni. Hát igen. Ez a kantonok miatt van, vagy mi miatt? Hát a kanton, ott teljesen szét van bontva az egész. Ott nincs is erre kötelezve. Emlékeztetek, hogy Cseres Attila ajánlotta a palesztin megoldásnak. Igen, a Svájci megoldásnak. Hát vagy legalábbis megfontolni. Hát, tehát egyébként annyiba hasonlít, én ezt megvettem, annyiba hasonlít hat akár Izrael Svájchoz, hogy Svájcban is szegregáltan élnek pontosan az emberek. Tehát ott is ugye a német ajkúak, a francia ajkúak, az olasz ajkúak,
viszonylag kül... azt hiszem, nem hogy... Nem beszélve a rétorom. Ezt akartam, hogy a rétorom állítása. A rétorom. Azt hiszem, eléggé, tehát eléggé szegregáltan élnek, és mégis képesek egy svájci nemzeti öntudatot megvalósítani. Például ők a vérüket adnák, tehát a svájci hadsereg azt hiszem az egyik legütőképesebb. Egyik legütőképesebb Európában. Vagy Európában mindenképp. Te mindenképpen a legelszántabb, igen, nem? Igen. Tehát ott nincs ilyen vita, hogy akkor most nem a svájci gárdára gondoltál. Nem. Ezt most csak arra mondom, én nem azt mondom, hogy egy az egybe ezek a párhuzamok átültethetők, de megfontolhatók, hogy igenis lehetséges teljesen szegregált államban is. Olyan nem kell olyan messze menni, hogy az osztrák-magyar monarchia, ez egy jól működő állam volt, úgyhogy... De időben az messzebb van. De te földrajzilag közelebb. Igen, hát ezt már megbeszéltük, hogy tulajdonképpen az talán még jobb hasonlat, de az, hogy még ma is működhet egy ilyen állam a mai világban. Hát vagy nézzük meg Belgiumot, az is végül is három részre van szerint. Belgiumot ne nézzük meg, mert Belgiumnak a gyarmatosító múltja az kicsit jelentősen hozzájárul jelleg. Hogy Belgiumban van Brüsszel. Svájcnak van. Brüssel az külön éli életét. Majd ha Brüsszelt elfoglaltuk, majd akkor visszatérünk. Majd most következik. Akkor erre visszatérünk. És elfoglaljuk? Nem tudom, az Origo főmunkatársa. Elfoglaljuk-e Brüsszelt? Most nagyon érdekes dolgok történtek, szerintem a múlt héten akár ki is térhetünk rá. Én a macskaköveiket nem akarom elfoglalni, mert ez borzalmas. Szerintem egy komoly ballasztól megszabadult, úgymond ez a Brüsszellel kritikus oldal, hogyha így vesszük, és hogy kormányinfón is rengetegszer elmondta a Gulyás Gergely is, hogy ők nem csatlakoznak egy olyan frakcióhoz, aminek bármi köze van az AfD-hez. Az AfD-t most mindenki kizárta, mindenki úgy döntött, hogy velük semmiképpen nem működnek együtt. Tehát ebből következik, hogy most van egy rengeteg olyan párt, aminek már nincs köze az AfD-hez. Francia, olasz, igen. Mondjuk így, francia, olasz, lengyel, hármas. És hol vagyunk mi? Egyelőre még sehol, de majd a választás. A belgák mellett. Ma egy politikus azt nyilatkozta nekem, hogy hát... talán majd az a párt, amiből a kormánypárt kilépett, megváltoztatja a véleményét. Mondtam, de miért változtatná meg, hát ha idáig nem... Igen, ha idáig nem változtatná. Az Európai Néppárt. Az Európai Néppártól van szó, de ahol... Hogy? Hogy az biztos nem fogja megváltoztatni, ha megváltoztatja, akkor meg másik irányba, de... Csak balra, a Vogue felé fog hát elmenni. Hát azt nem. Az na, de a Vogue ne viccelj, hát ez egy vicc. Maradjunk a centrista jobb közé. Alaposan eltávolodott. Ez a Vogue, ez egy nagyon, és akkor most, mindenután már háromszor is beszéltünk a Vogue-ról, mit akarnak ezek elérni? Csupa olyan dolgot, amin mi már régen túl vagyunk, és rájöttünk, hogy nem jó. Kicsoda. Nem, ez egyetlen nem így van, pont fordítva van. Ugyanúgy jó dolgokat akarnak elérni, mint régen a kommunisták, mert... Na de az kiderült, hogy utopizmus, és nem jó. Nem volt utopizmus, mert rengeteg mindent valóban elértek. A probléma ezekkel az idealisztikus elképzelésekkel. A francia kommunistákkal kutyájuk kísértek. Nem ez a probléma, hanem hogy sose tudnak... megállni, tehát mindig keresnek újabb és újabb felszabadítókat. Tehát azért érdemes megnézni, hogy azért a világ csak jobb hely lett azóta, hogy Amerikában meg Angliában megszüntették a rabszolgaságot, hogy Amerikában megszüntették a faji szegregációt néhány évtizede, hogy a nők is választójogot kaphattak, sőt, bankszámlaszolgáltatást. 1971 óta már Svájcban is. Sőt, Szaúd-Arábiában a nők már jogosítványt szerezhetnek. Na most ezzel csak arra próbálok utalni, hogy ezek mind a baloldali követelések voltak, igen, tehát ezek a progressziont, azt azért érdemes... De mitől baloldali, hogy egyen jogosság legyen? Erre bátorkodtam célozni, hogy a középjobb átvette a baloldalon, és megvalósította a baloldalon. Mindig ez történik, hogy a progressziónak a jogos igényeit végül is megvalósítja a középjobb, és a konzervatív jobboldal pedig ugye a küldetésének megfelelően konzerválja, megőrzi az újonnan szerzett értékeket is. Igen. Csak visszatérve az... Tehát ezért a Vogue-ot is egy kicsit árnyaltabban érdemes. Azért is elmondom, hogy visszatérve az előző témához, nagyon érdekes
jelenségek játszódnak le, azon kívül, hogy az AFT gyakorlatilag marginalizálódik. Igen. Németországban is egyébként egy magas választási eredmény várakozás után elég erőteljesen visszaszorul. Tehát, hogy ennyire erős a karanténba szorul? Hát majdnem, hogy de nem kell ez, mert a karantén... De a karanténban nem lennek rakályos. Akkor is elmondom, ha közben üvöltöztök, hogy a szélső jobboldalnak nevezett szélső jobboldalon is nagyon érdekes változások vannak. Ugye a szélső jobboldali holland párt beállt Ukrajna mögé, nagyon erőteljes. Ami nagyon meglepő, Wilders, igen, aki ugye nem lesz miniszterelnök, mert most már koalíciós sem lesz, de minden esetre beállt Ukrajna mögé, és ami még érdekesebb, hogy Marine Le Pen elkezdett egyezkedni az olasz Melónival, aminek nem csak az a következménye, hogy ugye feladta az antiszemitizmusát Marine Le Pen, már viszonylag... Már régen. Hanem az oroszban... Mondom, hogy már elég régen... Hát elég régen, de... mert hogy az apját azért rúgta ki a pályán. Igen, mondom, hogy már elég régen, most harmadszor is elmondtam, mert úgy látszik, az első két alkalommal nem lehetett. Mert akkor ha megint lehalkultál. Akkor is befejezem, hogy az őkenek koalíciója. Ha Melónival össze akar bútorozni Marine Le Pen, akkor neki is be kell bizonyálni Ukrajna mögé. És most az utóbbi parlamenti beszédében ezt meg is tette. És akkor mi lesz a Orbán Viktorra? Meglátjuk. Na akkor hogy fogunk mi ehhez csatlakozni? Hát ki? Mi? Hát Magyarország, az európai... Magyarország nem. Magyarország az... Majd a gyorsan. Nem Ukrajnához, hanem az EU-ba. Hogy fogunk egy közös platformot, hogyha ilyen alapvető dolgokban nem fogunk egyetérteni? Hát akkor marad a Fidesz független, akkor a végén. Független. Nem kerül egyik parlamenti... Alig két tucat ember nem tudja megváltoztatni a háborús. De itt az a kérdés, hogy hogyan alakulnak a parlamenti erőviszonyok, hogy szüksége lesz-e valakinek, valamelyik pártcsoportosulásnak a Fidesz szavazatokra ahhoz, hogy megvalósítsa. Tehát nem fordít, nem attól függ, hogy mit szeretne az Orbán Viktor, hanem ki szeretné az Orbán Viktort. Attól sem függ, hogy mit nem szeretne, szóval... Jó, de hát... És gondoljátok el, hogy a liberálisoknak hirtelen kellene ez a 11 néhány szavazat, és azt mondja, hogy miniszterelnök úr, jöjjön hozzá. Nem igazán, a politikó mai cikkében ugye arról spekuláltak, hogy ugye... A Politico az az európai politikával foglalkozó lap, amelyet Amerikában szerkesztenek. Nem, ez csak az információk véget, mert... De messze a legjobb. Jó, de a forráskritika azért sosem. Van forráskritika. Ők ugye azzal spekulálnak, hogy ha amennyiben összeáll ez a AfD nélküli valami, akkor az a második legnagyobb frakció lehet adott esetben. Ha még az is csatlakozik, mert... Csak akkor és a politikó mit mond, hogy mi hova csatlakozunk? Semmit. Azt írja, hogy nem ez a legrosszabb, mi akkor nem létezünk nekik? De létezünk, mert ők is azon spekulálnak, hogy hova dőlhet el ez igazából. De igazából a cikk arról szól, hogy von der Leyen asszony, milyen mani, hogyan tudja esetleg elérni, hogy bizottsági elnök maradhasson, akkor... és ebbe a keretbe helyezi ezt az egész párt csatlakozás, de ugye megüzenték a szozdemek is a von der Leyennek, hogy ők nem fogják támogatni. Oké. Most hatalmas karikacsapás, most csináljunk egy nagy fordulatot, és az Európai Uniónak a farvizén menjünk vissza Izraelbe. Nem, mikor várható ez a kampány az, témája. Igen. Mikor várható az, hogy az Európai Unió úgy viseltessék ezzel a zsidó állammal, az újkori zsidó állammal, már nem mondom el az egyetlen demokratikus, mert akkor sikító frászt kaptok. Nem beszél a szállodában sinyődő. A szállodában sinyődő. Egy diplomata ilyen udvariatlan legyen, hogy beleszóljon az embernek. Tök izraeli vagy már. Jó, hogy még a boharat nem öntögetett. Mikor lesz az Európai Unió olyan barátságos az újkori zsidó állammal, mint 67 után nem volt, lesz. Vagy 73 nem lesz. Után? Nem lesz, Péter, mert csak nem érdemes lesz. A hétvége egyik eseményéből kiindulni. Én néztem azt az üzengetést, ami a spanyol külügyminiszter és Izrael között zajlott itt a hétvégén. Különféle videókat küldözgettek egymásnak, hogy ki milyen és hogyan támogatja a terroristákat. Tehát, hogy el kell választani két dolgot. Európa, Nyugat-Európa egyértelműen
a fő kérdésekben Izrael mögött áll, ez nem lehet kérdéses, hogy a jelenlegi háború és egyáltalán háború is kérdéseiben, meg a palesztin állam kérdéseiben van, az egy másik kérdés, ugyanilyen fontos, de az egy másik kérdés. És az a kérdés, hogy ezt a skizofrén helyzetet az európaiak mikor fogják tudni feloldani, és én azt gondolom, hogy még egy jó darabig el fognak. Én pedig azt gondolom, hogy ez nem az európaiaknak a dolga, ez az izraeli politikai elitnek a felelőssége. Nem, tehát az ellenségeket, meg a barátokat, azokat a politika formálja, és a jelenlegi izraeli politikai vezetés, és itt most nem csak a kormányról beszélek, hanem a politikai elit, ez gyakorlatilag egy öngyilkos politikát folytat. Nem keresnek szövetségeseket, gyakorlatilag egy ilyen áldozati státuszba képzelik el magukat, nem számolnak a realitásokkal, nem számolnak azzal, hogy a világon összesen 15 millió zsidó él, és 2 milliárd muszlim. Tehát ebben a kontextusban igenis szükség van szövetségesekre, és nem arra van szükség, hogy az ég adta világon mindenkit leantiszemitázni. Na jó, de abban a pillanatban, amikor a német kancellárnak a szó, szeretném kijelenteni, nagyon nehezemre esik, hogy teljes mértékben egyetértek az Attilával. Ajvé, Gyarmati úr. Mi van? Úr az, le a segít. Gyarmati úr. Gyarmati urat karanténba helyezzük. Nagykövet úrnak szerintem az meg. Szóval, akkor folytassuk innét. Abban a pillanatban, amikor azt kérvényezte egy bíró, aminek érdemes megnézni az életrajzát, hogy honnét jött és azelőtt mit csinált. Meg nyomják a kravácsot, igen. Igen. Fúj. Az idősebb nézőknek talán emlékeznek erre. Nem, még a fiatalabbak is szerintem tudják, mit jelent. Azt honnan tudod, hogy a fiatalabbak mire emlékeznek? Azt, hogy nyomják a kravácsot, azt mindenki. Lefiataloztat van saját magát. Abban a pillanatban a német kancellár szóvivője azt mondta, hogy persze azonnal kiadnánk, ha ide jönne. Ki mondta ezt? A német kancellár kormány szóvivő, az húzós volt. Az húzós, de utána rögtön visszakoztak, meg hát igen, csak ugyanezek ünneplik, hogy azt mondja mondjuk a német kancellár, hogy Putyint rögtön kiadnánk, Netanyahut viszont nem szabad kiadni. Ez is de ha nem azt mondta, hogy Netanyahut kiadná azonnal. Nem azt mondták, hogy Netanyahut kiadná. A nagykövet úr le van maradva. Ő nagyon pontosan fogalmazott, hogy a kancellár mit mondott, hogy a Putyint az bármikor kiadná, hát a Netanyahut meg nem. A kormányszóvivő valóban azt mondta, hogy a Netanyahu. De a kormányszóvivő az nem a kancellár beosztottja? A néző kedvéért azért emlékeztessünk rá, hogy miről van szó. Arról van szó, nem arról van hogy szó, hogy körözik. Volt libanoni ENSZ muzulmán nem nagykövet. Arról van szó, hogy a Netanyahut körözik, hanem arról van szó, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyik nem azonos az ENSZ Nemzetközi Bírósága, a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az egyik ügyésze, jól mondom, nagykövet úr, előterjesztette a bíróság elé, hogy adjanak ki elfogató parancsot Netanyahu ellen. Tehát még nem adtak ki ilyet, tehát azért ne essünk most abba a hibába, hogy most ezen kezdünk el siránkozni, hogy melyik bíró mit mondott. És mi volt gyerekkorában, igen. Tehát még nem adtak ki. Azért nem mindegy, hogy mi volt gyermekkorában. De még nem... Az oda vezető. A bírói függetlenségről még nem hallottál? Én hallottam róla, de hogy lehet egyébként egy bíró függetlenül, nem volt gyerek, meg ilyesmi? De attól még lehet, nem volt Libanon ENSZ nagykövete, nem volt előtte katonatiszt, nem volt tömeggyilkos. Miről beszél nagykövet úr? Már ezt nem értem, hogy az izraeli elnökről, nem miniszterelnökről. Nem az izraeli elnökről beszéltünk, ennek a bíróságnak az egyik ügyészéről beszéltünk, aki nem tud halálra ítélni senkit, meg börtönre, hanem minek utána az ENSZ hozta létre őket, tehát az ENSZ biztonsági tanács. Péter, ne vezess félre a nézőket. Tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság az egyik. Az emberiség elleni bűncselekményekkel foglalkozik, és az egy multilaterális szervezet, hogyha jól tudom, tehát nem az ENSZ, nem az ENSZ hozta létre, és a multilaterálisban, tehát a sok állam között nem szerepel az Egyesült Államok, Izrael és Oroszország sem. De ugyanakkor viszont sok ország szerepel, amiben, hogyha beutazik. Hát mindazok, akik a gombokat szokták nyomogatni, bent vannak. Így van.
Tehát ne, csak azért mondom, nevezes félre, nem ENSZ szervezetről van szó. A másik, a Nemzetközi Bíróság, az az ENSZ-nek a szervezete, amelyik viszont nem személyeknek az üldözésével foglalkozik, igen, hanem amelyik államokat próbál rábírni arra, hogy valamit, igen, megtegyenek, vagy ne tegyenek meg, igen, mint például most az egyes, a Izraelt arra szólította föl, igen, hogy hagyja békén azonnal a palesztin terrorist. Most még egy pici apróságot is, csak hogy kötekedjek, hogy az ügyes soha nem tud elítélni. Hát ez meg a másik. De hála kérheti. Ezért aztán tök mindegy, hogy milyen az előélete. Persze. Nem ő ítéli el. Az a fontos, hogy a bíró legyen. Hát független. Hát független. Persze, dél-afrikai. Miért a dél-afrikai képzelet? Ez a fúj rasszista. A héten úgyis Dél-Afrikában parlamenti választás. Fekete az. Vagy fehér dél-afrikai? Nyilván, érted. Ja, még lehet sárga is. Ti még nem voltatok dél-afrikai állampolgárok, tehát nem tudhatjátok. Indiai is. Mert te voltam. Én még nem voltam, de olvastam erről sokat, és beszéltem Dél-Afrikáról. És nem véletlen, hogy Dél-Afrikából a zsidók menekültek. Az nem véletlen. A zsidók nem véletlen, hogy szinte mindenhonnan menekülnek. Szerintem, mint te véget ért a menekülünk. Kedves nézőim, ne vegyék komolyan, amit mondtunk, mi nem menekülünk se. Köszönjük, jól érezzük magunkat itt, és ezzel búcsúzunk, úgyhogy jövő héten is itt leszünk hétfőn, és akkor megint elmondom önöknek, köszönjük M. Kende Péternek, a Jól lakott napközisnek, Kovács Andrásnak, az Origó főmunkatársának, a vitatkozó nagykövetnek, aki hála Istennek a hangja megjött, és most önök is hallották minden, részben, hall, amit minden mond, és Seres Attilának, a média mogulnak velem, holnap reggel újból. Ség? Neki meg el sem ment a hangja. Ő uralkodik rajta, hogy mindig kellőképpen hallható legyen. Nagyon helyesen. Holnap reggeli viszontlátásra. Addig is nézzék a tévét, hogy ne legyenek egyedül, mert azért vagyunk. További jó tévézést.